look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows.
Szép jó estét mindenkinek! Ezennel megkezdjük a vasárnapi Hungaroringi nagy díj interaktív BT ülését. Előre mondom, nem tudom, hogy miért megint csak 6000 kilóval tudok kifele, fölfele streamelni, kifele streamelni. Nem tudom, hogy most vagy a net szarakodik, úgyhogy ezt nézzétek el a minőséget. Reméljük, hogy vasárnapra megoldódik. Ha nem, akkor így jártunk, nem tudom, mi van mostanában a UPC-val, de reméljük azért a lényeg az át fog menni. Egyedül leszek, jó magam, Ricsi az most nagyon elfoglalt az utóbbi időkben. Tegnap a replayt visszanéztük, de ma nem tud jelen lenni, úgyhogy én fogom megosztani itt a döntéseket. No, hát megnéztük az óvásokat és az első köröket. Nem lesz egyszerű, pörgetni fogjuk, mert van egy pár. Hál' Istennek a többség az elég egyértelmű. De van egy-két olyan kétes eset, amit mindenképpen meg fogunk mutatni, és kíváncsiak is leszünk a véleményetekre. Mert tényleg elég kétes. De én azt mondom, hogy kezdjünk is neki, úgyhogy akkor nézzük a vasárnapi replayt, hogy mi is történt vasárnap. Ugye két versenyünk volt, és két időmérőnk. Meglepő mód az időmérő, az első időmérőről jött óvás, úgyhogy az első kvalifikációval fogunk kezdeni. Ugrunk is, itt nagyon nincs mit mutatni rajtot meg, hogy ki hogyan ment, úgyhogy egyből ugrunk a delikvensre. Fehér Norbit keressük meg. Ez csak egy ilyen érdekességképpen mutatjuk meg, hogy mit ne csináltok időmérő edzésen. No, hogyha... 967-es. Ez az utolsó körökben volt. Nézzük innen. Az a legbiztos, hogy megint pirosban van a stream. Látom, néha átvált zöldre, nem tudom, ez katasztrófa, mi a baja. De. Itt fordul rá a célegyenesre Fehér Norbi. Előtte Békefi elég szépen figyelmetlenül behúz. Így már itt el kellett venni Norbinak, hogy jött egy óvás ez ellen. Nem, direkt nem mutattam tovább, mert a következő az lesz a nagyon csúnya mozdulat. Azt érdemes lesz. Egy pillanat, a chat az nekem eltűnt, így ide bedez. No. Szóval, Békefire ugrunk, hogy lássuk, hogy mit is csinált a Tamás. Itt, amit tudni kell, hogy Tamás az nem volt gyors körön, így elengedte, így félreállt. Itt félre is húzódott. Illetve húzódott volna. Legalábbis az óvásban ezt írták, én szerint. De lehet, hogy nem is félrehúzódott, nem tudom. Minden esetre ez Fehér Norbit eléggé megzavarta, és kicsit figyelmetlen volt itt Békefi Tamás. Ugye itt hirtelen bejön, és ezzel ugye Norbi gyorskörének annyi, mert Norbi elemelte a gáz, nem tudta, hogy mi történik. Probléma nem lett ebből meg baleset, de egy figyelmeztetésben részesítjük a Tamás, Békefi Tamás, hogy máskor kicsit óvatosabban, de baleset nem lett belőle, úgyhogy menjünk is tovább, mert a következő, na az kemény. Szóval ez... Én ilyet még a hosszú pályafutásom során, ha lehet így mondani, nem tapasztaltam, úgyhogy ezt nézzétek meg. Elég sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen ezzel így, mi legyen. Ugyanis ezt inkább felülről mutatom. Hogy ez nem tudjuk hova tenni, hogyha ha Horváth Bertalan esetleg itt van a cseten, akkor jelentkezzen, mert én kíváncsi vagyok, hogy mi történhetett. Békefi Tamás és Fehér Norbert, ugye? Yes.
Nem tudom, hogy Escape hatására, vagy mert hogy Norbi neki ment Bertalannak, de nagyon szépen bebiliárdozta a box utcába, és hát ezzel ugye, ez Norbinak az utolsó gyorskörre lett volna, el tudott volna menni még egy gyorskörre, ami miatt ez meghiúsult. És de itt van Bertalan. Tehát ez meghiúsult, és mindjárt akkor kitérünk itt a Bertalan szemszögére is, hogy mi történt. Egy biztos, a pálya közepén ilyen hosszú ideig nem szabad megállni. Tehát ez eléggé durva. És hát ugye nagyon Fehér Norbi ebből mit sem észlelt. Előtte van Tamás, aki takar. Tehát alapból azt mondom, hogy egy ilyen, ez nagyon súlyos vétek. De akkor nézzük meg a Bertalannak a szemszögéből, mert azért én azt is megvizsgáltuk, és úgy már egy kicsit más a helyzet. Így a Bertalan is a cseten. És akkor így már értem egyébként, de ja, azt néztem, hogy Bertalan megy, és a pedálállásokat tessék nézni. Itt olyan, nem tudom mi történt, olyan mint hogy a pedálja is elment volna Bertalannak, mert nyom egy majdnem teli féket, és teljesen félúton van a gázpedál. És egyik pedálállás sem mozdul el. Hogy az olyan, mintha a pedál az megadta volna magát, és hirtelen vagy kontakthibás lett volna, nem tudom. És így gurul végig a Bertalan, de nem mozdul semmit. A gáz is nyoma van, félig meg a fék is. Ez egy... Itt biztos, hogy itt volt valami technikai probléma. Utána az igazság, azt néztük, hogy folyamatosan négyesben van Bertalan. Próbálkozik. Ezt nem is értettem, gáz adagolja, de úgyhogy nem is megy a gázpedál, úgyhogy itt valami hatalmas zűr lehetett szegénynek, és ide is itt akkor most már tiszta a kép, hogy elment a kormány, sőt mindene, pedálja, úgyhogy hát ez a technikai sportnak az átka. Utána ugye, mire gondolom én ezt észlelte Bertalan, akkor nyomott egy eszképet, de az akkor már késő volt. Mondjuk nem, bocs, itt vissza is teleportált, tehát épp, hogy hozzáért a Fehér Norbi, de az már sok volt, úgyhogy hát sokat gondolkod ez az eseten, ugye ettől függen mindenkinek a mondta saját magának kell biztosítani a megfelelő technikai körülményeket, de azért az mégsem mehetünk el amellett, hogy itt nem csak, itt nem az, tehát nem olyan hibáról van szó, hogy most Bertalan direkt oda megállt a pálya közepén. Ez egyértelműen látszik a grafikonokból is, hogy ez most a cseten elhangzottak alapján is, hogy Bertalannak minden elszállt. Szerencsétlen áll a pálya közepén, és aztán igaz, hogy kicsit talán későn, de eszképel. Úgyhogy ezért, ha bár ez egy nagyon súlyos eset, és mégis azért valamivel ezt honorálni kell, mert ettől függetlenül hiba volt, de időmérő edzésen vagyunk, és úgyhogy ezért nem csak ő telt róla, hanem ez egy ilyen dolog, hogy megadta magát a technika. Egy büntetőpontot kap Horváth Bertalan. Szerintem ez azért érne többet, hogyha ez úgy történt volna, hogy mindenem működik. De amúgy szerencsétlen szituáció. Azért ez az egy büntetőpont, ez azért muszáj odaadni, mert ettől függetlenül ugye mindenkinek saját maga kell, úgymond. Tehát ez ugyan, mint a lag. Hogyha mondjuk valaki elkezd laggolni, nem a saját hibájából, de olyan az internete, és ha valakit kilök, attól függetlenül ő a hibás, mert nála történt a probléma. De mégis azért nem olyan súlyosbító, súlyos körülmény, mint hogyha mindene jól működött volna, és csak úgy gondolt élet is megáll a pályán, szóval ezért olvasom Daninak a választ. Jogos, Dani, van benne ráció. Ezért Bertalan egy büntetőpontban részesül, ettől nem dől össze a világ.
összejönni, nem jön össze neki a büntetőpont emiatt. Ezt fel is írjuk. Most elnézéseteket kérni, nincs itt Ricsi, úgyhogy nekem kell ezeket írni. Hogy ilyen szempontból lehet, hogy kicsit lassabban fogunk haladni. Igazából ennyi történt az időmű edzésen. És lépjünk át a versenyre. Ez egy nagyon szerencsétlen szituáció volt. Ami érdekes, és akkor nem is nézzük meg a rajtot, azért nem, mert itt már az elején volt egy kis fennakadás, rögtön a második helyezésnél. Úgyhogy meg is óvták egyébként, és akkor mindjárt meg is indokoljuk, hogy mi történt. Fazekas, Barna és Fizi. Marci. Szerintem ezt mindenki tudja, hogy itt mi történt, mindenki értesült róla. Megcsúszik Fazekas, Kovács Obét kiüti szegény, és utána már beindul itt a dolog. Hát ezt igen, ez Fazekas bocsánatot is kért ezért, tehát ezt tudta, hogy elrontotta. Ez egy nagyon szerencsétlen szituáció, és ha innen nézzük kicsit, távolabbról. Először azt hittem, nem értettük, hogy pontosan mi történik, hogy megfogta talán a füvet, de nem. Hanem kaptunk egy olyan fülest, állítólag az új Giga update óta nem nagyon lehet rámenni a pálya felfestésekre, főleg akkor nem, hogyha ez egy ilyen, nevezzük K szegélynek, mert ugye itt van egy szegély. Amit megcsipett Fazekas, de csak ennyire, de megcsipett. Az úgy, ahogy van, megdobta az autóját. Utána kialakult a káosz. A Fazekastól nem szoktuk meg ezt a hozzanatot. Na most többszöri megnézésre első szemmel, és mi erre én, inkább úgy mondom, hogy én erre egy versenybalesetet mondtam volna, mert úgymond ez egy szerencsétlen szituáció, utána már a megcsúszás után már nem tudott mit csinálni Barna, tehát ez már utas volt az autóban itt. Viszont ugye kikértük több ember véleményét is, nem csak a Ricsi mondta el a véleményét, hanem ez egy olyan szituáció, hogy itt még rajta kívül 3-4 embert meg kellett kérdeznünk, hogy és illetve ugye Füzi Marci is elég jól és logikusan megindokolta az óvását ez ügyben. Tehát olyan szempontból Fazekas Barnabás ezt túlvállalta, hogy nem értettük mi se, nem kellett volna oda ennyire kimenni. Egyrészt, hogy ugye a pilótának tudnia kell, hogy mik azok a határok, amikon belül tud autózni. És ezt kicsit túlvállalta Barnabás. Véleményünk szerint, így nem is az én véleményem szerint is, miután meg lettem győzve, de a többség arra azt mondta, hogy ez egy felesleges manőver volt Barnabástól. Teljesen felesleges volt ennyire kitenni a szélére, főleg, hogy ott az a patka. Emiatt mi Fazekas Barnabást hibásnak, a döntő többség az hibásnak vélte itt, hogy főleg, mert ugye eléggé nagy káoszt okozott utána. Úgyhogy itt Fazekas Barnabás emiatt sajnos 3 büntetőpontot és 15 másodperc időbüntetést kap. Nagyon sajnálom, mert ez tényleg annyira pekhely szituáció, de nagy szerencse, hogy még nagyobb baj nem lett ebből. De utána szegény, nem is tudom ki ez a Csicsmányi Tamás lehet ez a Dexter Timmel. És akkor nézzük tovább Fazekast, nem is kapcsolok el.
hogy történt ez a baleset itt, amiért megkapta a büntetést, és ami inkább már jóval jobban a Barna hibájára írható, valószínűleg kijött a ritmusból Bazekas úr. Itt megkocolja a fűzőt, és Marci ezzel rengeteg helyet esik vissza. Ugye most itt olyan szempontból Barnabás jogosan ment tovább, hogy idézőjelben persze sportszél lett volna megvárni Marcit, de semmi értelme nem lett volna, mert így is úgy is tudja, hogy hibázott, és meg fogja kapni a büntetését. Úgyhogy ez nem is hibázhatjuk ezért, hogy itt tovább ment. De itt, ez sajnos ez Fazekasnak a számlájára írható. Ugye ezért Fazekas úgy fent sajnos, hogy első körös az eset. Tök mindegy, hogy ki, de ez esetben az élmenőt ott lökte ki. Így 3 büntetőpontot és 15 másodperc időbüntetés kap Barna. Hát most szegény meg lesz szórva. Én, de reméljük, hogy nem jön a kedve, és a következő Mizánói szezonzáron újult erővel kipihenten vág ennek neki. A szegény meg lett szórva. Maradunk a rajtnál. Ezek még elég egyértelmű esetek. Mieller Dávidra ugrunk. Mieller. Hát itt igen, itt előtte Fehér Norbert, Dávid előtt. Ugye ebből azért megállapítom, Sziki Attiláig balesete. Hát van Sziki Attila fölírva. Várjál Dani, akkor megnézem. De lehet, hogy ez a második verseny, ismerős Sziki Attila, de az lehet, hogy a második versenyen lesz 17-15. Jó, akkor azt megpróbálom nem elfelejteni, és akkor megnézzük azt is. De óvás nem jött az irányba Sziki Attila ellen. Vagy Sziki Attilától, nem tudom, hogy lenne ott a hibás. De akkor megegyezzük. No hát ebből a kozból egyértelműen megállapítottam, hogy sajnos a gigapatch-sel nem javult az ütközéses dolog, itt a fizika. Ugyanúgy egy leheléssel, ráfújással ugyanúgy megforog az előttetek lévő, úgyhogy ez nem lett jobb. De ettől függetlenül itt Dávid nem is az, hogy neki ment, megkoccolta Fehér Norbit. Megnéztem közben Fehér Norbinak a pedálását, de nem fékezett itt Norbi egyébként. Annyit csinált, hogy adott, hát kicsit elvette a gáz, de nem fékezett, szóval itt Dávid sajnos ezt elnézte, megkoccolta Norbit, úgyhogy ezt be kell vállalni. Mieller Dávid ezért 3 büntetőpontot és 15 másodperc időbüntetést kap. Maradunk a rajtnál, itt azért szegény versenyzők, most sajnálom őket, mert lesz szórás. Szabó Miklós. Várjatok, most megpróbálok kicsit növelni a bitrátán, mert lehet, hogy most már észhez tér ez a UPC. Hát nem. Úgyhogy marad így. Lehet, hogy ezt a Windows nem kellett volna frissíteni. Egy, akkor most sorry, majd még próbálkozok közel, egyedül maradunk ennél a minőségnél. Szia Feri! No. Szabó Miklósra ugrunk. Igazából 8.56-nál, akkor már innen végignézzük. No igen, ez hasonló az eset, mint ami... Ugye itt Szabó Miklósnak elég bőven lett volna a helye. Itt
Néztem, hogy esetleg Tömör Tamás indul el a Hondával nagyon balra, de nem. Oké, minimálisan tart itt balra, de nem annyira, hogy hirtelen behúzásnak mondhatnánk, úgyhogy itt Szabó Miklós elrontotta egy belsőt, megkocolta, aztán szegény egyedüli Hondás a csapatban, mezőnyben Ferikének. Én nem szeretek kakézni, de kicsinyítő képzőzni, de megpróbálom a Ferikét megegyezni. Úgyhogy Szabó Miklós, ez is elég egyértelmű, hátulra megpöccintette szegény Tömör Tamást. 3 büntetőpontot és 15 másodperc időbüntetés kap. Majd legközelebb jobb lesz. Az első kétes esetünk. Hát kétes, idézőjelben kétes, mert számomra kétes eset volt, de aztán ugye megmutattam a többi BT tagnak, meg tanácsadónak, annak a maradék 3-4 főnek, és ők leszavazták, úgyhogy eléggé eldőlt, hogy mi lesz a sorsa, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, úgyhogy nézzük. Békefé és Póm is Dani, hogyha már itt vagy Danit. Te is. Na nézzük. De majd mondom, hogy a többség az mit mondott erre. Nézzünk egy belsőt. Tamás szemszögéből. Aztán összeérnek, nem is azt mondom, hogy Tamás neki ment, hanem összeértek Danival, és mindketten megforogtak. Csak a szín pozitíva. Nos, én először, amikor megnéztem, én ugye azon agyaltam, hogy hát vagy ha most a tengelyeket nézzük, ugye nincsenek egy vonalban, bár itt már igen. És itt már igen, és ha megnézzük azt, hogy tehát ez bevetődésnek azért nem mondanám Tamás részéről, mert van egy szakasz, amikor így átfedésbe megy Tamás és Dani egymás, úgymond idézőjelben mellett. Úgyhogy ugye beéri Tamás Danit, mert itt Dani fékez, az oké, mellé kerül, és itt van egy rész, amikor azért haladnak egymással mellett, úgymond átfedésben. Először ugye legkönnyebben ráaggathatnám a versenybalesetet, az lenne a legegyszerűbb. És afelé is volt egy ilyen gondolatom, aztán megmutattam a többieknek, és olyan szempontból kaptunk egy olyan indoklást, ami elég jogos, hogy ugye itt Tamás bepróbálkozott, mert Dani, hát mondhatni, itt vagyta a kaput, de egyébként ideális híven ment, szóval de ettől függetlenül itt vagyta a kaput, így ki az, aki ne próbálkozna be, Tamás megpróbálta. Ettől függetlenül eléggé veszélyes és merész próbálkozás volt, mert azt az indoklást kaptuk a többi BT taktól, hogy szerintük ott kár volt bepróbálkozni, tehát az nem egy előzési pont, illetve lehet az, csak akkor nagyobb az esély, hogy ez lesz a vége, ami most. Danit azt nem hibáztatnánk, Pómis Danit az Astonnal, mert nem azt mondom, hogy ráhúzott. Én gondolom, én nem is számított arra, Dani, hogy mint ahogy sokan sem, hogy Tamásod beteszi. Ez egy kicsit merész próbálkozás volt. Tamás megpróbálta, nem jött össze. Úgyhogy a BT tagok többségének az a vélemény, hogy itt inkább Tamás a hibás. Ha csak Tamás magát forgatta volna, akkor azt mondanánk, hogy akkor egyefelé akkor nincs semmi, mert Tamás megpróbálta, nem jött neki össze. Járt. De így, hogy Danit is ott
Dani versenyt is ott elrontotta. Így a többség az Tamás mondaná hibásnak. Nem számítottam rá, viszont kétszer koccanunk úgy, hogy az elsőnél nem ért össze a két autó, de azért mozdult be az én autóm is. Nem ért össze, hogy koccantatok? Ami bug? Hát itt nem értek össze. Itt van az első kocci. Nem tudom, milyen kétszer összeértek itt, nem előtte. Hát... nem... szerintem nem értetek össze. Szóval Tamásról egy kicsit merész próbálkozás volt, úgyhogy... nem fogok a többi BT-tag fölött pálcát törni, úgyhogy azt fogom kiirdetni, ami ugye a többség határozott. Úgyhogy emiatt Tamás 3 büntetőpontot és 15 másodpercet fog kapni. Most fel is írjuk. Nem, azért nem egyszerű egyébként, mert Dani nem számított rá. Szerintem Tamás azt hitt, hogy Dani fog helyet hagyni. Ugye ilyenkor számítani kell arra, hogy az előtted lévő nem számít rád. Mert itt van egy átfedés egyébként. Itt, de nagyon minimális. Hát igen, nem egyszerű. Maradunk itt a többség által meghatározott 3 büntetőpont és 15 másodpercnél. Jó név ez a szimuráj. Ha, köszi. Nem én találtam ki. Nem enyém az érdem. Eszméletlen, hogy megint nem jó a stream, megint pirosban vagyunk. Menjünk tovább. Kovács. Robira ugrunk, aki ugye hát szegény kilátütve és ugye a mezőny végére esett vissza. Tudom, úgyhogy igen, hát mechanikus a billentyűzet, sajnos már sem tudok csinálni. Ugye eddig nem, kevésbé szokott hallatni, mert Ricsi szokta írni ezeket a dolgokat, és akkor nem aktiválódik a mikrofonom, de mivel most én írok mindent, ezért aktiválódni fog, úgyhogy sorry. Hát, a mechanikus billentyűzet átka. Degerem se halk, úgyhogy ez van. No, 9:30. Egyértelmű eset lesz. Paff. Fehér Norbit kilökte Kovács Norbi, hát megpöckölte, úgyhogy, de hozzáteszük, Robi sportszerű volt. Köszönjük a sportszerűségét, mert megvárta Fehér Norbit, míg visszajön a pályára, és akkor ott tudták folytatni, ahol abba hagyták. Ettől függetlenül sajnos ugye Robi hibázott, úgyhogy első körös, 3 büntetőpont és 15 másodperc, de köszönjük Robinak a sportszerűséget. Valószínű szegény Robi már nem volt teljesen fejben ott, mert kilökték aztán már utolsó hely, stb. Dolga. Szabó Miklósra ugrunk. 9:54. A policájos Porsét tessék nézni. Ez Szabó Miklós, ez úgy, hogy van. Elrontotta. Nagyon rövid a féktáv. Esély, tehát esélytelen, hogy meg tudjon állni. Bocsánat.
Szabó Miklós. Nagyon rövid a féktáv. Gergőt kiüti, hát kiüti, inkább kitolta a pályáról. Szerencsére Gergő tudta tovább folytatni, és csak Szabó Miklós forgott meg önhibájából. Úgyhogy baleset úgymond nem lett belőle, de ettől függetlenül szabálytalan volt ez az egész manőver. Elmérte ezt, igen, elmérte ezt az egészet, úgyhogy Szabó Miklós ezért egy büntetőpontot kap. Mondjuk figyelmeztetés értékű dolog. Neukum Ferenc autójára ugrunk, ez nagyon szép, nem is tudom milyen színű. Katasztrofális a minősége a streamnek. Nem tudom, mi van a nettel. No. Neukum Ferenc. 10.06. Hát maradunk itt akkor már. Átfelé ide, hogy sokkal jobb szokott lenni. De most... Na, mindjárt megfulladok. Szóval sokkal jobb szokott lenni, most meg kell érnünk ennyivel, amit a szolgáltató nyújt. Szóval Neukum Ferenc, előtte Blaskovics a jamaikai festéssel. Hát Ferenc is. De? A dolgokat. Ferike. Hú, hát nem lesz egyszerű ferikézni, mert nem szeretek ferikézni. Na, tiszteletlen. Hát de Mirő ezt meg se óvta. Persze, jó, de nem óvtad meg, de első körös. Ha megnéztük, láttuk, jöttünk. Büntettünk, úgyhogy hát Neukum Ferenc első körös dolgáért ezért ugye 3 büntetőpontot és 15 másodperc időbüntetést kap. Elég egyértelmű. És akkor maradunk ennél az időintervallumnál. Szabó Miklós. Nem is, inkább Kovács Robit. Szegény Kovács Robit, én nagyon sajnáltam itt, mert ez nem az ő versenyen volt. Ugye Szabó Miklós, ha emlékszünk rá, az előbb hibázott, és pályán kívülre került, oké. Okay. Jön vissza a pályára. És nagyon elővigyázatlanul behúz Kovács Robi elé. Ami miatt Kovács Robi neki is megy, aztán Kovács Robinak neki mennek. Hogy ilyet azért ilyet nem csinálunk, erre tessék figyelni, hogyha jövünk vissza a pályára, úgy jön vissza, hogy nem zavarunk másokat. Hát itt pont nem ez történt, bevágott Szabó Miklós Kovács Robi elé. Hát ugye lényegében Szabó Miklós itt megint saját magát megbüntette, mert Kovács Robinak úgymond idézőben baja nem lett, hanem Miklós saját magát kiütötte, de ettől függetlenül veszélyes vezetésért, ugye a szabály, nagy szabálykönyv szerint veszélyes vezetésért Szabó Miklósnak adunk egy büntetőpontot. Fel is írjuk. Szabó úr, veszélyes vezetésért plusz egy büntetőpontot kap. Első verseny, első köre. Viktor, nem kell aggódni, nincs nagyon sok már. Tehát az első körben megtörtént minden, ami megtörténhetett. Utána valahogy lecsendesült a nép, és úgyhogy nagyon... 3 eset van ezen kívül az első versenyen, tehát nem
Valahogy az első, mindenki az első körre időzített mindent. Úgyhogy igazából aggodalom nincs sok. Akkor maradunk itt, mert Tömör Tamás jön. Aki meg neki megy, Kovács Robinak. Ugye független attól, hogy Kovács Robi a pálya szélén van, mert neki ment szegény a Szabó Miklósnak, tehát ez most ez az ütközés, a Tömör Tamás és a Robi közötti ütközés, hát attól független, hogy ott Robi és Miklós között milyen baleset történt, ezt meg Tamás nézte el véleményem szerint. Egy belsőt. Hát igen, ez se volt nagy kocka egyébként, de elég volt ahhoz, hogy szegény Robi. Eszméletlen ez a... Lehet így van a való életben, és nem tudom, nem vezettem még GT3-as autót, de... Ez eszméletlen. Elég csak ráfújni és... Dobja el magát. Ezt meg Tamás fékezte el a Hondával. Szerintem ez is elég egyértelmű. Hogy Tömör Tamás, ezt fel is írjuk, de nem írtam semmit. Hát, ugye első körös, tehát ugyanazt kapja, mint a többiek, egységes büntető pontrendszer van. 3 büntető pont és 15 másodperc. Úgyhogy igen, Robi, ezen a versenyen, hát én azon csodálkozok, hogy befejezte a versenyt, úgyhogy tehát azért itt most külön kiemelem, hogy Kovács Robit dicséret illeti, mert ennyi sok szar után befejezte a versenyt, úgyhogy Robi, köszönjük, hogy nem adtad fel, mert minden egyes befutó számít létszám ügyileg, hogy ez pozitív nagyon, ennek örültünk. Két esetünk van még, és akkor még volt valami az elején, amit említettetek, valami Sziki Attilásot, az még a fejemben van. Füzi Barna, azt mondja. Ó, hát itt van, első körös. Nem is kell nagyon messzire ugrani. Bocsánat, nem első körös, tehát itt már Barna megúszta azt, hogy nem első körben vagyunk. Paf, elmérte a végtávot Barna. Éppen, hogy Nástor Márkhoz hozzáért. Hát Barna emiatt, mivel hogy ez már a második körben történt, nagy szerencsére, így 2 büntetőpontot és 10 másodperces időbüntetést kap. Elég egyértelmű, hál' Istennek. És akkor az utolsó esetünk, hát megint Kovács Robira kell ugranunk sajnos. Nem muszta meg Robi. A verseny végén volt. Nem jó lesz. Tömör Tamást kell majd nézni. Ez... Valószínű ez a merci már nem volt épp, úgyhogy... Annak is betudható, de... Meg is csúszott, rövid a féktáv, nagy tempóval érkezik, ez úgy ahogy van ez. Ezt Robi elrontotta. Úgyhogy Robi emiatt 2 büntetőpontot és 10 másodpercet kap. Szerettem az én egyértelmű eseteket, srácok. Ilyen szempontból köszönjük. Hogy most sok eset van, de a 90%-a az teljesen egyértelmű. Hátulról érkező, rövid féktáv, bum. És akkor
Viki Attila. 17 perc, azt hiszem. Ha még itt vagy, Dani, akkor segíts nekem. Nézzük innen, és akkor... Na igen, pont ezt mondtam, hogy valószínű, miután Robit olyan szerencsétlenül kibombázták a legelső kanyar előtt, utána már szegénynek fejben borult minden. Úgyhogy nem is csodálom, hogy szétesett Robinak a teljes versenye. Na nézzük Sziki Attilát. Aj, ez lehetett az. Érdekes, mert erre nem jött óvás egyébként. Hát igen. Ez nem 11-15 nálam, de gondolom én erre gondolsz, Dani. Ha nem, akkor lefüleltünk még egy esetet, de majd írd meg, szerint, hogy erre gondolsz-e. Hát ez egyértelmű. Tehát ez egyértelmű, szegény Pikler Balázs volt a fél az elszenvedő az egésznek, de az igen, tovább tudott menni, úgyhogy van igazság a földön. Nagyon messze van Sziki Attila, tehát hát ez közel nincsen. Nem tudom, ez mi volt itt az elgondolás. Nagyon rövid féktávot is vett. Ilyenkor egyébként persze utólag most könnyen okoskodok, tanácsos a másik irányba elrántani az autót, és inkább akkor balra menj ki Attila, és akkor elmész egyenesen a pályán, Balázs mellett. Büntetni most nem fogjuk, mert úgy fair, hogy ez ellen óvás nem jött, Balázs nem óvta meg, de ez büntetendő lenne. Ezt Attila is tudja szerintem, meg mindenki. Na igen, és akkor az egy másik, hogy itt, ha már megvan a fennforrás után, ugye, ezt mindig mondom, hogy igyekezzünk leredukálni az utána történhető baleseteknek a számát, mértékét. Itt ilyenkor fékezni kell, hogy ne guruljon az autó, álljon meg egy helyben, és akkor mindenki ki tudja kerülni a mozdulatlan autót. Itt Attila sajnos nem fékezett. Gergő, szerintem csak vicceltek a DRS-sel. Nem hiszem, hogy komolyan írták. No de, az első verseny, uraim, az ennyi. Tehát itt igazából ennyi történt, ami meg lett óvva, illetve az első körben, amit végignéztünk. Most átugrunk a második versenyre. Ott azért kevesebb minden történt, hál' Istennek. Hát se. Gergő, akkor legfeljebb visszaugrok majd utána. Azért csak, hogy mutassunk valami szépet is, egyefene. Második versenyre, hát ha már az első olyan rosszul sikerült. Na nézzük. Erre mondom azt, tökéletes kivitelezés. Ez szép volt. Mindenki eljött, fékezett, figyelt a másikra, nem türelmetlenkedett, nem akart előzni ottól, nem lehet. Ez így kell. Úgyhogy ez teljesen jó volt. Csak hogy a dicséret is meglegyen, mert ez szép rajt volt.
Ez szép volt. De azért itt se úszta meg mindenki. Akkor ugrunk a delikvensre. Varga Gáborra. Hozzáér, neki megy Varga Gábor Füzi Barnának, aki szegény utána keresztül kasul a pályán, ahogy kell. Igen, Viktor, egészen a második kanyarig. Igen, így kell felvezetni a rosszat, hogy előtte jót mutatunk. No, hát itt ugye... Oké, itt Barna elindul balra, viszont utána egyenesen halad tovább itt. És itt Gábor elkezd jobbra menni, holott balra van helye, és így neki megy Füzinek. Ez egyértelműen sajnos itt ez Varga Gábor hibája. Én szerintem. Ugye nincs is előzési pozícióban, teljesen mögötte van. Füzi nem fékez, nézzünk egy Füzi kamerát is. Tehát itt Füzi egyáltalán nem fékez. Nyomja a gázt. Azt se lehet mondani, hogy hirtelen rájöpett a fékre, és amiatt ment neki a Gábor. Ez sajnos ezt elrontotta. Úgyhogy Varga Gábor emiatt 3 büntetőpontot és 15 másodperc időbüntetés kap. És akkor maradunk itt egyébként itt. Én ha már itt vagyunk. Hát igen, igen, Ádám jól írott Grabowski, hogy néha sajnos föl kell adnia a pozíciót. Tehát itt ugye, tehát itt tudom egybe itt Füzi Barna megy keresztül kasul, aztán volt az a McLaren, ezt gyorsan olvasom. Jó kérdés. Tóth Zsombor volt. Értjük, Gábor. Nem is azt mondom, hogy direkt volt, ez egy pekhely szituáció. Amit először én nehezményeztem, hogy itt Barna itt fék nélkül megy tovább, és emiatt neki megy Tóth Zsombor. Aztán a többiek által kicsit meg lettem győzve, tehát hogy kicsit más szemszögből is nézzük ezt az esetet. Itt a Barna, itt valószínű, ugye itt nem nagyon fékezett, de itt, hogy itt vissza is tudott volna jönni a pályára. Itt akkora tempója volt, én szerintem, hogy itt összekaparta az autót, és visszajött volna a pálya bal oldalára, ami teljesen jó lett volna. Csak aztán itt Gábor, most már erről nem tehetett viszont, itt megint megkocolta, neki ment Gábor Füzinek. Ugye ő is térült, fordult a pályán, és emiatt a koc után szegény Füzi újra a pálya közepén van, és emiatt Tóth Zsombor neki megy. ...74-es merci. Hogy emiatt nem feltétlenül hibáztatnánk most emiatt az ütközés miatt Füzi Barnát itt, ami Füzi meg a Tóth Zsomborral történt. Nézzük meg a belsőjéből. Füzinek... Itt van az a megkoccolás, ami utána nem tud mit csinálni. Úgyhogy... De megnézzük kívülről is. Ugye mindjárt megnézzük, hogy itt Vég Attila neki megy Varga Gábornak, Gábor azért csúszik ki. Aztán azért megy neki még egyszer Füzi Barnának. Itt meglöki Füzi Barnát, és innentől már mindegy. Innentől sajnos Barnának meg Zsombornak is mindegy, hogy ezért az esetért
nem hibáztatnánk senkit, viszont amiért ez kialakult, a második ütközése Varga Gábor és Fizi Barnának, azért viszont, akkor tekerjünk vissza. Szia Ádám! Tekerjünk vissza Vég Attilára. Gyert, te jössz Ádám! Jókor érkeztél! Ugye Vég Attila nem akar neki menni az előtte lévő Horváth Bertalannak, gondolom én. Ezért kirántja balra az autót, mert nem tudna megállni. Tehát ez a féktáv szerintem megint rövid egyébként. Akkora tempóval érkezik. Nagyon későn fékez Vég Attila. Nem tud megállni, kirántja balra, és hát Varga Gábor erről nem tehet. Nem is tud mit csinálni. Attila neki megy. Megnézzük mindjárt, hol fékez. Hát... úgyhogy ez ugye a tempó is nagy volt, megállni se tudott Attila, későn fékezett. Varga Gábornak neki ment, és emiatt az ütközés miatt ugye Gábor még egyszer neki ment Füzi Barnának, úgyhogy amiből újabb koccanás lett, úgyhogy igazából itt a Vég Attila az egésznek a kiváltója, ezért Attila 3 büntetőpontot és 15 másodperc időbüntetés kap, egyértelmű, eléggé a helyzet. Szerintünk. Három esetünk van még. Ádám, te pont az utolsó leszel. Hogy... igen, néha Attila elnézi ezeket sajnos. Se baj. Sziki Attilára ugrunk. Másik Attilára. A 6. Mindig az első körben vagyunk, az első kör végén. Na, ez egy érdekes helyzet. Itt jöhetnek a vélemények. Bal oldalt itt a Porsche-val Pikler Balázs, mellette Tömöl Tamás. És pingpong. Ami viszont pozitívum, hogy Sziki Attila azt csinálta, úgy csinálta, hogy kell, miután megtörtént a baj, tapossa a féket, áll a pálya közepén, megvárja, még elmegy a mezőny, és utána indul csak el, tehát ez teljesen jó volt. Ami már kevésbé jó. Itt ugye Attila ezt elfékezi. Ön hibájából. Ezt a kanyart, ezt elrontja Attila, ez látszik is. Utána pedig, ugye itt értelemszerűen jön Pikler Balázs és Tömöl Tamás belül. Nem is mondanám, hogy Porsche is kifele tart, hanem Attila tart befele. Látszik is egyébként, hogy mennyit mozdul el, ugye innen kívülről kezdi meg, és elindul befele. Oké, hogy kanyar van, és szeretné visszatenni az időbe az autót, de ha már elrontja a kanyart önhibájából, már pedig az történt itt. Az történt. Akkor figyelmesebben kell eljárni. Én nem tudom, hogy ti mit mondtok, de én szerintem Attila a hibás itt. A Porsche is nagyon nem tudott volna mit csinálni Balázs, mert ott volt mögötte bal oldalt a Honda, tehát Porsche-t nem hibáztatnám, a Hondát se. Ők versenyben voltak. Attila túlságosan sokat jött befele. Aztán Porsche neki megy a Hondának, Hondáról vissza Attilára. Megtörténik a baleset. Utána meg ami történik, az már csak dominó, az mindegy idézőjelbe. Ott már az elszenvedő felek vannak. Násztor Márk. Ha jól látom,
Igen, német lát. És szegény Nástor Márknak se volt ez a legjobb verseny hétvége, ő is megszívta többször. És sajnos azért mondanám Attilát hibásnak, mert itt saját maga rontotta el ezt a kanyart. Ha már elrontja, akkor nem így kellett volna visszajönni. Úgyhogy Grabowski az nagyon demokratikusan mindenre versenybalesetet mond. De így kell csinálni egyébként. Mindenre versenybaleset, és akkor nincs probléma. De inkább Sziki Attila volt a ludas, és utána többen is belekeveredtek, úgyhogy első körös az eset. Sziki Attila 3 büntetőpontot és 15 másodperc időbüntetést kap. Utolsó előtti esetünk, akkor megyünk tovább. Megint Varga Gáborra fogunk ugrani. 30. Többen is ugrunk. Gábor előtt Szabó Miklós. Megint egy nagyon minimális koccanás. De sajnos koccanás. És pedig itt Gábor ugye figyel arra, hogy nem ad teligázt. Most nézem a pedálállásokat. Az a kisebb gázfröccs nem kellett volna. Amikor látja, hogy baj lesz, akkor fékez, csak már későn. Szabó Miklós kamerájából nézzük. Itt Miklós félig nyomja a gázt, utána elveszi. Elvette a gázt, és amiatt történhetett ez az egész. Azért nehéz ez az eset kicsit, mert olyan szempontból a hátulról érkező Varga Gábor, ugye mindig azt mondjuk, hogy a hátsó félnek van, kell jobban figyelnie, de most az a kérdés, hogy a szegény hátsó fél, ez esetben Varga Gábor, mit tudott volna itt csinálni, hogy ugye a féklámpa nem ég, mert nem fékezett Szabó Miklós. Nem egyszerűen elvette a gázt, elemelte a gázt. És én nem is értem, hogy miért. Mert nem, annyira nem kodródott le, én szerintem. Itt nem is nyomja, itt elkezdi nyomni, és itt elengedi a gázt. Valamiért. Utána akkor, hát még azt kell megállapítani. Mondjuk itt már újabb gázt ad, érdekes. Hogy most az ki meghatározni, hogy pont amiatt történt, vagy akkor történt-e. Nézzük Gábornak a szemszögéből. Hát, olyan hirtelen azért nem közeledett Szabó Miklós ebből a kamerállásból. Én azt veszem ki. Igen, az a baj, hogy nem annyira hirtelen azért nem lassult le Szabó Miklós. Tényleg elég pekes az egész helyzet. Hát, két esetőség van. Rá lehetne aggatni a versenybalesetet, de az, az igazság, hogy ilyen szempontból azért a hátsó félnek inkább a sora ez. Független attól, hogy teljesen megértem azt, hogy Gábor
nehezen tudta észlelni, illetve hogy Miklós Szabó úr ott gázt elemelte. De annyira gyorsan nem lassult le Szabó Miklós, vélemény szerint, hogy ez... Igazából nem tudom miért, még nagyon minimális koccanás lesz pedig. De Gábor, erre most sajnos azt kell mondanunk, hogy mint hátsó fél, megkapod a 2 büntetőpontot és a 10 másodpercet, de azért csak hogy lásd a pozitív dolgot is, egy súlyos hibának azért nem mondanánk. Más kérdés, hogy sajnos megforgás lett belőle, és szegény, és akkor maradunk is itt egy kicsit, ezzel nem jött már óvás, de hogy mindenki lássa. Sziki Attila ugye belefordul a talakkorlátba, és vár, aztán elkezd tolatni. Hát ez, fú, aranyapám, már bocsánat, Fodor Balázs lehetett az az autóval, McLarennel. Meg is nézzük Balázsnak a szemszögéből. Egy pár őszhajszálat megeresztett szerintem Fodor. Na, Balázs, ha itt vagy, akkor neked mondom, nagyon jó a reakcióidőd, úgyhogy gratula. Szóval... ezt elkerülni, ez nem Attilán múlott, hanem Balázson. Hú, de jó ég. Ez ellen azért nem jött óvás. Nem én vagyok. Várj, akkor kicsoda, bocs. De bocs, de a Sziki Attila, hülye vagyok, már keverem, mert fehér. Szabó Miklós, bocs Attila, már késő van. Szóval Szabó Miklós az, aki ott a pálya közepén, mi megforgatták. Azért ez... az a baj, hogy nem óvták meg, de mivel, hogy az... Varga Gábor és a Szabó Miklós, Varga Gábor esettel szorosan összefügg, ezért észre is vettük, hogy azért veszélyes vezetésért Szabó Miklós egy büntetőpontot az megjár, ezért baleset nem lett belőle, de hát igen. Föl is írjuk 15-40-nél. Halljátok a mechanikus billentyű üzetet. Mivel hogy összefüggött a Varga Gáboros esettel, úgyhogy egy veszélyes vezetésért Szabó Miklós egy büntetőpontban részesül. De haladunk. Feri haladunk szép sorjába. No, utolsó esetünk akkor, ha Ádám még nem aludtál el, és itt vagy velünk. Péntes Ádámra ugrunk. Ádám és az asztalos Fehér Norbi esete. Jó, akkor Ferike, de én nem tudok ferikézni. Olyan, mint hogyha valami, én nem is tudom, mi lenne. Mi a bajod a Ferivel? Igen, Fejér Norbinak is kijutott a jóból. Ez a bajom. Ez a idióta transzparens, ez olyan szar helyen van ez a...
No, ugye Ádám és Norbert. Azt meg kell állapítani, hogy azért itt már itt egyértelműen egymás mellett van a két autó, az átfedés az megvan. Bár a Porsche talán kicsit gyorsabb, ezért előrébb is van, de még itt is megvan az átfedés bőven. És az igazság, hogy mi azt hoztuk, azt néztük, úgy vizsgáltuk, hogy Norbi, ugye, hát úgymond végig tartja belül, belsőjében az autót, tehát nem igazán tart kifele, és itt nagyon nem is tudna máshol menni, bár tény, hogyha kicsit még balrább lenne a pályának, akkor lehet, hogy már nem értetek volna össze Ádám, mert Ádám is gondolom arra számított, hogy majd Norbi kicsit még balrább teszi az autót, akkor elférnek egymás mellett. De itt sajnos, itt inkább, most a szívünkre tesszük a kezünket, akkor akármennyire szeretjük Ádámot, itt inkább most őt mondanánk hibásnak. Mert az egyértelmű, hogy Norbi és Ádám egymás mellett autóztak, tehát Norbinak joga volt ott lenni a pályán. És ugye nem is hirtelen termett ott Norbi, tehát egy egész egyenesben mennek egymás mellett. Kicsit Ádám korán teszi rá, vagy meg illetve szűkebben is veszi. Mi szerintünk ez inkább itt, ez Ádámnak volt jobban a sara, Ádám inkább ő húzta rá a Porsche-t Norbira. Szerintünk. Ugye, ha Norbi nem lett volna itt, akkor csak később érkezik meg Ádám mellé, akkor egyértelmű. No, akkor az lett volna, mint az első versenynél, ott a Békefi Tamásnak a Pumis Dani, arról pont lemaradtál Ádám, egyébként szerintem azt nem láttad. Az egy hasonló szituáció volt, ott a hátsó fél Tamás volt a hibás, mert úgymond nem volt akkor még meg az átfedés. Itt viszont már bőven előtte is megvolt. Szerintünk itt Ádám volt jobban a utas, inkább a hibásabb fél, így Ádámnak mi erre 2 büntetőpontot és 10 másodpercet adunk. Ádám, ha itt vagy még, akkor ez az ítélet, de ettől függetlenül reméljük, hogy a 2 hét múlva Mizánóban úgy állsz oda, hogy olyan jó versenyid leszek, mint eddig, mert az utóbbi versenyid azok tök jó sikerültek. A belső kamerát még egyébként érdemes talán kokpitet nézni. Hát nem egyszerű, főleg belső nézve. Gyerekek, vezessetek külsőből. Sőt, innen vezessetek, és akkor egyébként innen lehet, hogy bevezetjük azt a szabályt, hogy az első kört mindenkinek ilyen kamerálásba kell teljesíteni, és akkor mindenki látja a másikat. Egy morbid ötlet, meg hülyeség, tudom. De örülök, hogy megbeszéltétek az esetet. Második verseny ezennel ennyi. És épp hogy, hát 1 óra 10 perc, majdnem belefértünk. 1 órába. Eléggé egyértelmű esetek voltak. Ilyennek örültünk, ezért is tudtuk most ezt pörgetni. Nem ígérem, hogy holnap, de legkésőbb akkor csütörtökön, várhatóan csütörtökön felkerülnek a versenybírósági ítéletek és a hivatalos eredmények az oldalra. Azért csütörtökön, mert ugye holnap egy Celebration Fun Race lesz a SimGrid keretén belül, hogy holnap mókázni fogunk este. Azt akartam is mondani, senki se feledje, holnap 20:40-kor indítjuk a Silverstone-i Fun Race szervert. Várunk mindenkit teljesen szeretettel, illetve aki szeretne jönni, akkor a SimGrid-es event alatt adja le a regisztrációt.
Kíváncsiak leszünk, mert 16 vagy 17 délután néztem, lehet azóta több, nem tudom, regisztrációnk már van. És a nagy része, többen külföldi is, úgyhogy előre mondom, nem tudom, hogy a külföldiek hogy versenyeznek, ez egy próba lesz a részünkről, hogy a SimGrid keretében milyen embereket tudunk összetoborozni külföldi szinten, meglátjuk. Lehet, hogy tudnak versenyezni tömegben, lehet, hogy nem. Ez egy próba lesz a részünkről, úgyhogy járunk hozzá. Úgyhogy várunk mindenkit holnap 20:40-től, és akkor 9:00-kor indul este a időmérő meg a fárész. Reméljük, hogy jó lesz. Így akkor az eredményeket csütörtök magasságában pedig feltöltjük és frissítjük az oldalt. És akkor a következő verseny, ACC verseny, 2 hét múlva vasárnap 19-én szezonzáró Mizánó, úgyhogy reméljük, hogy ott sokan leszünk, csak úgy, mint ahogy eddig. És akkor végre lezárjuk ezt az évet is. Ez egy hosszú, nagyon hosszú bajnokság volt. Talán ez volt eddig vagy lesz a leghosszabb bajnokságunk. Én tervezek is egyébként majd a hivatalos végeredmény hirdetés után, sőt, azt lehet egy live keretében fogjuk megtenni hivatalos végeredmény hirdetést, és akkor behívjuk ide a versenyzőket, kicsit beszélgetünk, és akkor megköszönjük mindenkinek a részvételt, és úgy fogunk elvenni karácsonyi bulira, hogy lezártuk ezt az évet, meglátjuk. Úgyhogy most vasárnap részum, szezonzáró, 2 hét múlva vasárnap pedig OCC. Szezonzáró. Viktor úgy döntött, hogy megnyeri a Mizánót, hát legyen így. Szerintem mindenki úgy döntött, hogy megnyeri, úgy, de csak lehet, meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Sajnos a minőség az katasztrofális, most is össze-vissza ugrál a bitráta. Nem tudom, hogy mi van a szolgáltatóval, de reméljük, hogy ez vasárnapra, illetve 2 hét múlva vasárnapra normalizálódik. Addig is köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Várunk mindenkit holnap a fárészre. További szép estét, jó éjszakát, sziasztok!